Szervusztok! Ebben a videóban válaszolok Mónika kérdésére. Mónika az ön kérdezett, hogy miért van, honnan jön és mi tudunk ebben az ügyben tenni vagy cselekedni. Azt hiszem, hogy ez a téma ez eléggé közismert, mert szinte az egész életünknek minden napjában vagy hetében megfigyelhető egy bizonyos önszabotázsos program, Minél inkább tudatosabbak vagyunk, annál jobban átlátjuk a dolgokat. És ebben a videóban szeretnék rávilágítani egy-két, talán nem annyira tipikus formájára. Mert az elkövetkezendő idők arról fognak szólni, hogy ezt a rengeteg programot, ezt a terhelő, önszabadásos programot el kell engedni, és tényleg kibontakozni. És be kell, ahogy említettem, más videóban vállalni egy magasabb szintű aspektusunkat, egy magasabb szintű felelősséget. Több ezer önszabotásos program van bennünk. Ezek a programok többféle formában jelennek meg. Gondolom, ti is, ahogy, ahogy az elme processzálja ezeket a felvételeket, ezeket az emlékeket, biztos emlékeztek már olyan szitura, hogy nem csináltuk azt, amit kellene. Tehát tudtuk intuitívan, vagy valaki mondta, hogy te, ezt meg, ezt meg ezt kéne csinálni, de nem, nem közi. Na most, miért nem csináljuk azt, amit kellene? Hát több fogva eleme, mert félünk, talán attól a, a céltól, vagy annak az elérésétől, amiből ez következne, vagy amiből ez jönne. A másik meg ott van, ugye ez az egónak, ez a kis ellenálló része, hogy azt mondja, hogy nem, nem szépen, most ezt nem csináljuk, hanem azt csinálom, amit most én akarok. Ez egy típusú ego hiszti, ez egy dűroham, és mindjárt beszélek egy picit többet róla. Tehát nem csináljuk, amit kellene. Sokszor van olyan, -e, hogy kibújunk a feladat alól, Valószínű, hogy nektek is van rengeteg ilyen példa, hogy kibújtunk a feladat alól. Á, nem, tudod, nagyon sok emberen látom én is, hogy mond valamit, de a cselekedet maga, ugye, amit csinál, az nem nincsen párhuzamban azzal, amit mondott, ez is egy önszabotás. Amikor elkerülünk dolgokat, ne beszéljünk erről, hát ez egy kicsit mély, erről ne be... ez is egy önszabotásos program. Mivel tudjátok, hogy ha nem vizsgálják át a mélységeket, akkor a felszínen maradunk és tanács talanul. Ez nagyon-nagyon sok emberre igaz volt így a régi világban. Van akkor egy olyan önszabotás stílus, hogy várunk. Ez egy egótrükk amúgy, várunk. Hát majd holnap. Majd holnap, becsáj holnap. És a holnap az vagy eljön, vagy nem, de legtöbbször nem jön el. Ez a halogatás elodázunk dolgokat. Tudod, van ez a mondás, hogy amit ma megtehetsz, ne halasz holnapra. Ez pont ezért, mert ez az egónak ezt a halogatós, város stílusát fölülírja. És addig nincs sikerélmény, amíg mi valamit meg nem teszünk, meg nem csinálunk és el nem érünk. És valamilyen szinten ez a sikertől és a kudarc szóvaló félelmünk, ez szinte ugyanaz a, a, a sík, vagy ugyanaz az energia, mert az egónak van nagyon-nagyon érdekes programja, olyan is van, hogy fél. Az életcéltól is fél. Az önmegvalósítástól, megvalósulástól fél a, a sikertől. És ez azért van, mert nagyon-nagyon mélyen az elmében, vagy nagyon hátul ezen a, ebben a raktár az egónak nagyon túlélési félelme, hogy azt mondja, hogy na, ha te kitakarítod az elmédet, elengeded ezt a sok cuccot, akkor rám már nem lesz szükség. Hát inkább akkor én meggátollak abban, hogy te előre haladj, és akkor így lóghatunk együtt. De most ez rossz dolgokhoz vezet, mint te is, tudjál, vagy ti is tudjátok, és ezért kell tudatosan, akaraterővel, mentorokkal, stratégikusan haladni előre. Dolgoztam már egy pár rotokkal, és látjátok, hogy mennyire precíz ez az egész dolog minden csak nem szexi. A végeredmény nagyon szexi. Mikor tök jó vagy, mikor magabiztosságot lesz, mikor kimersz törni, mikor kibírod mondani a dolgokat, mikor már nem kell bújni az élettől, mikor már nem kell lábújhegyen bocsánatot kérni azért, hogy vagyunk. Bocs, hogy vagyok? Nek, ne, ne bocsánatot, vagy. És legyél, és fejlődj. És ezek az önszabotásos programok több helyről jönnek, az eredetük változóak. Én arra is mindjárt kitérek. Még az önszabotázsos programok stílusáról mondanék annyit, hogy vannak olyanok is, amik elveszik a figyelmünket a valós irányból és a valós okokból. Ez olyan, mintha valaki kezd rátérni a lényegre, és akkor ó, de nézd, pillangó, jaj, de szép, neked milyen kocsid van, tudod, így hárít az ember, minnyáj lyugban ez, ez, ez ott van, csináltuk én is te is minnyáján. tehát itt így, így hárítunk, most próbálunk eltérni az igazi okokból, mert a, a tipikus megmagyarázata, vagy magyarázat ennek, hogy hát, mert ott a félelem, de nem, nem, nem a félelem az igazi, mert az, az egy felszínes kijelentés. Mitől, specifikusan minek a félelmétől? Vagy, vagy a félelme irányítja ezt a dolgot? Hát annak a félelmétől, hogy ha mi áttörnénk egy bizonyos önszabotázsos programokon felől, akkor mit fognak rólunk gondolni a családtagok? Mit fognak rólunk gondolni a barátok? Lesz-e barátunk, hogyha én sikeres leszek? Lesz-e barátom, vagy el fognak-e fogadni, hogyha én kimondom az igazat? Tudjátok, ez a mondj igazat és betörik a fejed, ez nagyon erősen él bennünk, magyarokban. Tehát félünk, szinte az élettől, mert ben, 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 ben van programozott a csomó cuccos, hogy nem akarom kitörni, mert az ez meg ez meg ezzel fog járni, és ez meg ez meg ez meg fogja okozni. És emiatt inkább magunkat tönkre tesszük, csak azért, hogy a szomszédnak jó legyen, vagy jó fénybe lássanak meg minket, vagy azért, hogy ne tudod, húzzuk ki a gyufát azzal, meg azzal, és az egész életünk arról szól, hogy kompromisszum, itt vagyunk mi, egy nagyon erős ugye, forrás, a forrás kiterjesztése és az egész életünk arról szól, hogy dobáljuk el nem csak a, a magunk a, a csodáját, hanem igazán a felelősséget is, és hárítunk, és tudod, a külvilágot nézzük, és a külvilágnak a, az igényeit, az általunk úgynevezett meglátott igényeit, amik, amik hamisak. Tehát ez is egy nagyon érdekes önszabotásos program, hogy próbáljuk a külvilágot a külvilág kedvébe járni, és akkor eltérünk mindig a célról, vagy eltérünk igazán a, mélységekről. Azok, akik azotok, akik tanultak árny világról, ez a Carl, Jungnak volt egy nagyon egy nagy erőssége, a, svájci, a pszicháternek, az árny világban van mindig egy olyan aspektus az árnyunknak, hogy kompenzáció. Emlékeztek, sokat mondtam, és a kompenzáció. Hogyan kompenzálsz, vagy hogyan kompenzáltad ezt az árnyékot, és az minek a kompenzáció, és az egész egy ilyen dominoeffektus. De nagyon sok emberben van egy olyan kompenzáció, ami nem evidens, mikor elkezdünk kínunkba röhögni, az is egy kompenzáció. És ez, ez is egy hárítás. Attól való hárítás, hogy nem akarunk a dolgok mélyére nézni, mert, 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 pont, 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 és akkor ott vannak ugye a mi okozataink, tehát az okok, hát azért, mert, oké, okay. és még miért, hát, mert, az miért, és rájössz, hogy amikor kimondod, hogy azért nem csinál dolgokat, mert, hogy az egész csak egy mentális struktúra, az egész csak arról szól, hogy magunknak belül az elmén belül elfogadtunk, vagy elfogadtattak velünk olyan hiedelmeket, olyan programokat, ami szerint mi most viselkedünk, amihez mi idomultunk annak, és az egész életünket ezek az alsó programok irányítják addig, amíg mi, ezeket fel nem tárjuk. És van még egy érdekes aspektus az önszabatásnak, hogy olyat csinálunk, ami se nekünk, se a közösségnek nem jó. A régi világban biztos ti is emlékeztek, hogy csináltunk egy csomó olyan dolgot, meg volt egy rengeteg olyan tanítás, hogy magadért csinált, fiam, magadért, kicsim, tudod, te vagy a Izé, te vagy a Jófej, te vagy a Jani, és akkor dolgoztunk magunkon, vagy csináltunk olyan dolgot, hogy mi legyünk a, a különlegesek, mi legyünk a, a kiemelt, tudod, a, az osztály, ki, mi legyünk az a kiemelt személy, aki, akire a többiek fel tudnak nézni. Ez a világ, hogy említettem, tavaly december 20-én megszűnt, és ez a Különlegesség keresése, ez a te két szép szemedérből, kék szép szemedér, igen, két szép szemedér világ megszűnt, mert a közösségről szól. Tehát, ha megfigyeltétek, én alig beszélek magamról. Egy páran már fel is hoztatok, hogy hát miért nem beszélsz magadról? Hát beszélek, ha valaki kérdez, de ez nem rólam szól, ez rólunk szól, közösségről szól. És... Az önszabotás programok eredete ugye az változó. Tehát most, hogy átnéztük ezeket a, a, stílusokat, hogy vagy elkerüljük, vagy beszólunk, vagy túl agresszívak vagyunk, vagy meg se mutatkozunk, ezek mind önszabotásos programok. És mondok még egy párat ehhez, vagy teszek még egy párat ehhez hozzá, hogy, hogy segítsek nektek felismerni ezeket a mintákat, mert ahogy felismerjük, az az első lépés a gyógyulásban. Legtöbb ember itt természetesen, mert úgy gondolja, hogy a felismerés már elég, de a felismeréshez, felismerés után kellenek ezek a specifikus technikák, hogy ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt a részét szépen semlegesítjük, integráljuk, és akkor felül tudunk kerekedni. Maga a felismerés még nem a megoldás. Hát az önszabotázsos programok eredete az változó. Vannak múltból hozott dolgok. A legtöbb ember itt keresi a megoldást, ami nem rossz, de van több aspektusa is. Felsorolok egy párat. Rengeteg döntést hoztunk már az életünkben. Több tízezret, akár több millió döntést is hoztunk. Kicsi döntés, nagy döntés. Tudod, bármikor mi egy döntést hozunk, azt jelenti, egy valami régi gondolkodásmódot, vagy egy állapotot magunk mögött hagyunk. Minden döntés azzal jár, hogy egy bizonyos veszteséget teremtünk, mert amikor mi valami újat, vagy egy újért hozunk egy döntést, akkor egy régit magunk mögött hagyunk, és addig, amíg az elme a veszteségeket nem tudja úgy kezelni, hogy az nem veszteség, hanem ez egy opció, ami már nem igazán a legjobb opció nekünk, addig az elme az visszafog minket attól, hogy döntést hozzunk, és ez is egy önszabotázsos folyamat. Ezek abból jönnek, hogy vannak úgynevezett meg nem bocsájtott hibáink. Mindenki követett el rengeteg hibát, több ezer hibát, tízezer hibát, millió hibát. A szám tök mindegy igazándiból. A szám annyiból számít, hogy minél több annál nehezebb, annál nagyobb a súlyok. De azt tudni kell a hibákról, hogy a hibák az élet részei, és a hibákat meg lehet bocsájtani, és a hibákat lehet korrigálni. De az ego elme az meg azt mondja, hogy ah, ezt is elcsesztel, ha Há, oda néz, hát már ez sem megy úgy, mint régen. De ezért nem szeretem ezt a sok, ez a régi szép idők, ja, régi szép idők, persze. Mikor agyatlanul, töketlenül tök üzeltünk, jártunk a világba, és azt tudtuk, hogy a bal kéz mit csinál. Vagy a bal kéz nem tudta, a jobb kéz mit csinál. A régi szép idők. Na, no, tehát ez is egy hiba. El kell engedni ezt a csomószart. Ahogy említettem, akkor vannak a felnemoldott, megnemoldott veszteségeink. Ez egy nagyon komoly trauma, mikor valamit elveszítettünk. Ez megjelenik fizikai síkon, de igazán a fizikai veszteségek a legcsekélyebbek. Ami nagyon-nagyon nagyot nyom a lakba, az az érzelmi veszteségek. És vannak olyan veszteségek például, hogy mi elveszítettünk régi, múlt életek, vagy a múltba családot, családtagokat, és az ki nem hevert veszteségek, a fel nem veszteségek komoly önszabotáshoz vezetnek. Például csináltam azt a videót az árva gyerekről. Az árva gyerek ez egy nagyon komplex árny, mert tele van mindenféle más konfliktusokkal. Megvan az isteni vezetéstől szakítva, tele van részkonfliktusokkal, ott az árny oldal, ott van a hiedelem, hogy nem vagyunk elég jók. És az onnan ered, az árvegyére például, hogy réges-réges-réges-réges régen mi elveszítettük a családunkat. Ez lehet valami ö, tragikus régi történet, ez lehet, hogy az őseinkkel történt, lehet, hogy velünk történt, és az ego eszméletesen behisztizik. Az ego, ugye az alsóbb rétegű, a sötét ego az a, az nagyon-nagyon titkon, nagyon dühös a teremtőre, nagyon dühös az életre. És ez rajtunk is sokszor kijön, hogy tudod, említettem már, hogy te rongyos élet. Tele vagyunk ilyenekkel, amúgy több tízezer ilyen rétegünk van, csak ugye minden szépen el van nyomva, és a tudatalattiba van, de dominál, és rezeg, és befolyásolja az életünket, és a döntéseinket. Tehát az árva gyerek is onnan jön, hogy voltak ki nem hevert veszteségeink, azon a kategórián belül specifikusan az, hogy mi elveszítettük a családunkat. Amikor mi nem dolgozzuk, dolgozzuk, fel a veszteségeinket, akkor ez a düh, ez a fájdalom, ez a bánat, ez a, ez a nagyon érdekesen komplex érzelmi kombó, ez utazik velünk, és befolyásolja onnantól kezdve a döntéseinket, befolyásolja, hogy hogyan érezzük magunkat. És Hát sok jóhoz nem vezet. Ezt ti is látjátok. Én is egy hatalmas árva gyerek voltam. Ez nem azt mondja, hogy árva gyerek voltam, meg hogy árva otthonba voltam, hanem mint egy árny oldalunk, ez egy ősi, ősi, ősi árny történet. És ahogy említette, majdnem minden, szinte minden fénymag, vagy csillagmag, ilyen. Tehát a veszteségeinket fel kell dolgozni. Spirituális, érzelmi és fizikai veszteségeinket fel kell dolgozni, el kell engedni akkor a múltból hozott önszabotás okokban, vagy mögött ott van még egy olyan, hogy van egy csomó feldolgozatlan traumák. 14 traumatípus van, és mindegyik típusból ott van több száz. Tehát boldog karácsonyt, ugye? Jó kivonat van a feladat, de az a, az érdekes a traumákban, hogy nem minden trauma csihi-puhi. Nem mindenre emlékszünk. Vannak csöndes traumák. Vannak olyan traumáink, amikor figyelmen kívül hagytak minket. Vannak olyan traumáink, mikor azzal büntettek minket, hogy nem figyeltek oda ránk. Az is egy hatalmas trauma. Csak nem evidens. Tehát ezeket a traumákat meg kell gyógyítani, mert ez a fájdalom, ez a figyelmen, kívüli, figyelmen kívül hagyás, ez az ezzel járó düh, az ezzel járó lemondás, később olyan irányba terel minket, hogy a döntéseink nem lesznek igazán számunkra legjobb döntések. Vannak olyan múltból hozott dolgok, amik az önszabotáshoz vezetnek, amik a fel nem oldott megszégyenítéseink. Ez is egy érzelmi trauma, de lehet, hogy fizikailag vagy szexuálisan szégyenítettek meg minket, és ezek nagyon érdekes dolgok, ebben nagyon, nagyon otthon voltam, és évekig tanultam. San diego éltem, és rengeteg előadást tartottam, élő előadást csoportoknak húsz főtől több száz főig is. Volt egy srác, aki megörökölt több millió dollárt. Tehát oda a Matrixi világban az ilyen emberek a Janik. Fú, de mekkora agy, oda néz, milyen kocsija van, mekkora háza van, Viszont ez a srác, ez egy nagyon komoly ilyen trauma rendelkezett, és nem tudott egy jó kapcsolatot teremteni meg, mert hordozta magával ezt a rengeteg megszégyenítést. Természetesen elment Havájba, hetekre tanult NLP-t, meg mindenféle tudott húna, meg ilyen dolgokat, és évek, éves, kés, hosszú évek után még mindig ugyanott volt, mert Hát az eredeti gyökér okokat az senki nem oldotta meg. A megszégyenítés, ez egy nagyon érdekes energia, mert több nagyon sok mindenhez vezet. Hát eleve félénkek leszünk, de egy olyan dologhoz is vezet, hogy nem tudunk egy kibontakozott vezetőkké válni. A megszégyenítést nagyon fontos megoldani, mert különben nem tudunk másoknak segíteni, amíg az a vibráció az ott van, ez a trauma ott van, megoldatlanul. A megszégyenítésnek a feloldatlansága ahhoz is vezet. Ez érdekes, ez nekem nagyon erős volt, hogy az ember egy bizonyos szintű rizikó szint felé nem mer menni. Ez nálam például úgy jelentkezett, vagy mutatkozott meg, hogy, hogy én egy, egy, nem tudom magyarom mi, de public speaker, tehát én egy professzionálisan képzett public speaker vagyok, a Tony Robbinsnak az egyik speakere tanított direktbe két évig. Csak tudjátok, Orange County-ba és Los, Angelesben. angeles -ben. És ha engem föltettetek egy színpadra, akkor eszmertlen, hogy milyen ilyen teljesítményt tudok nyújtani, vagy tudtam nyújtani. Kihangosítva, trükk, puff, puff, tök jó. De volt egy olyan, mivel akkor ez a bennem lévő fel nem oldott megszégyenítés még nem volt feloldva, hogy leültem a saját mobiltelefonom elé videót készíteni, és elolvattam, és behisztíztem. Akkor utána bedobtam egy felest akkor már kicsit jobban voltam, és, e és kezdtem, és tízszer elkezdtem a videó felvételt, és abszolút nem ment. És miért nem? Azért, mert ez is egy típusú ilyen biztonságérzet, egy kontroll, valami dolog, mert amíg én, gondoljátok el, hogyha ez rátok is, hogy, vagy ez hogy alkalmazod, vagy hogy, ez hogy igaz, hogy amíg mi egy fizikai, úgynevezett környezetben vagyunk, és látjuk az embereket, látjuk a reakciót, tudunk korrigálni. Tehát nekem megtanították azt így a képzés alatt, hogy ha valaki beszól, hogy kell egy hipnotikus izével tudod meghallgatni, és utána a negatív energiát teljesen úgy átirányítani, hogy ez ne legyen romboló a közösségre. Tudod, az ego nagyon szeret akadékoskodni. Emlékeztek erre? És hát ugye mi uralkodott régen az ego, mindenki minden tud, okoskodik, stb. És, és ezt úgy kell kezdeni, hogy kedvesen elfogadni, meghallgatni, de utána rögtön visszatenni őket arra az irányba, ami, ahol nekik lenni kell, mivel sajnos az emberek nagy többségének az, az önszabotásos program a domináns. És tehát engem oda raktatok bármilyen nagy, vagy ilyen hallgatóság elé, tök jó, minden oké okay volt, nagyon otthon voltam, taps, álló, tudod, standing ovation, Bööö, mindenki tapsolt. Elolvadtam viszont a saját mobilom előtt, és arra jöttem rá, hogy ez a felnemódott megszégyenítés, ez nagyon érdekes, úgy dominált, hogy ha kitettem magam például a Youtube-ra, ott már nem volt ez a kontroll, ott már nem tudtam, hogy Kiszó be, kiegózik, ki, egózik, ki árat le, mi lesz végül is ez mihez vezet? Szeretjük tudni azt, hogy valami mihez vezet. Ami valamilyen szinte logikus. De mikor nem tudjuk, hogy valami mihez vezet, és túl nagy a rizikó, akkor úgynevezett túlélési félelmek jönnek fel bennünk, és van egy olyan is, hogy ez a megélhetésünket veszélyezteti. Na most, amit én csinálok, az a régi világban marha nem volt népszerű, mert igazságot beszélni, Isten igazságot az embereknek megmondani, hogy figyelj kicsim, benned ez meg ez meg ez vibrál, ha ezt feloldott, tök jó lesz, ha nem oldott fel, hát akkor meg csinálod tovább, amit eddig csináltál. Ez most már az egyedüli opció. Az embereknek tényleg megmondani az igazat, segíteni nekik, és, és, nincs ez a lábújhegyen járunk, és kerüljük az igazságot, és ilyen tejszínhabos tudod, lötyként próbálunk megoldásokat ajánlani, vagy keresni. És ugye például youtube ban is rengetegen megtámadtak engem is. Nagyon sokan. Nem, jogtalanul, természetesen, de az a minden, minden ilyen támadás az annak az illetőnek az ego támadása. Persze minden támadás, öntámadás, de csak hogy tudjátok, hogy ha bennetek van egy ilyen, hogy szeretnétek kinyílni, szeretnétek kibontakozni, de van ott ez a rizikó faktor, hogy hát igen, értem, tehát logikusan értjük. De érzelmileg, ami a domináns elménk, az érzelmi elménk, a tudatalati elménk, az meg nem hagyja, mert valamilyen szinten az már nem biztonságos, az már a komfortzónán kívül esik, az már veszélyt jelenthet, az, az a megélhetésünket is veszélyezheti. Na most ez azért nem jó ezeknek a gondolatoknak beadni a derekunkat hosszú távon. Először befogjuk adni, nincs kecmec. Először tényleg dominálni fog, és fel kell ismerni, hogy oké, okay, hát hogy én is. Kiálltam egy feles, a másik feles utána már, már, már alig, já, már szemém keresztbe álltak, és akkor elkezdtem fölvenni, visszanéztem, mondom, hát ez így, meg úgy nézek, mint egy bohóc, bohóc, nem jó. De viszont, amikor eloldottam a megszégyenítési traumáimat, és me, eloldottam azokat az energiákat, egy-két hét után te, beindult a, a, a YouTube, meg a, a videóknak a, a, a sikere. Már nem volt ez a félelmem, hogy jaj, megtámadnak, jaj, megszégyenítenek. Jó, tehát ez, ezt gondoljátok át. Az programok programokban még ott vannak a bennünk lévő feldolgozatlan dűrohamok és az öntámadásaink. Azt hiszem, hogy ez a legtöbbetekre igaz, mert minden erős személyiségnek van egy egész komoly múltja, rengeteg traumánk van, rengeteget tudom, mi is bemostunk volna a világnak, és nagyon sok dűrohamunk van, ami természetesen az egó dűroma, és akkor ezekből a dűrohamokból támadások lesznek, utána a támadások öntámadásba mennek át, és minden öntámadás az a jár, hogy magunkba bűntudatot keltünk, magunkat leredukáljuk, magunkat magunkról lemondunk, a célunkról lemondunk. És bármikor meg fogjátok látni, hogy ez most nagyon domináns lesz innentől kezdve, ha bíráskodunk valaki felett, azt mondjuk, hogy te ez, meg ez, meg ez, meg ez vagy, akkor a mi bennünk lévő feldolgozatlan hiedelmeink és árnyainkat vetítjük ki a másikra, valamilyen szinten támadjuk ezt a másikat, de az szinte karmikusan azonnal visszatér, és ezért érezzük ezt a bűntudatot, mert minden támadás, öntámadás. Ezért kell megtanulni a hiedelmeket, semlegesíteni és az árnyainkat úgy integrálni, hogy már ha valakiben meglátjuk ezt, meg ezt, meg ezt a típusú karaktert, vagy viselkedési formát, akkor az már nem ilyen dühösen van, hanem az, hogy mint, mint vagyunk a konzekvenciát, vagy látjuk azt, hogy ez az ember ez most éppen ezen a helyen jár. Most van egy érdekes aspektus az önszabotásnak. Eddig ugye a múltból jövő, fel nem dolgozatlan részekről beszéltem, és akkor van egy olyan aspektusa, amiről kevesen beszélnek, hogy a jövőtől való félelem félünk a jövőtől is, és van egy pár ilyen aspektusa, ami mindjárt elmondok. Van érdekes, mert nálunk van itt kint az erkélyen egy madárcsapat. És nagyon megszerettek minket, és viszünk nekik mindig ki kaját. És most éppen itt van egy ilyen varjú, nagyon intelligens madár, ő a vezér, úgyhogy hogy a főnök, ő a góri. Ahogy fölébredünk, most is halljátok, hogy csipog, elkezd üdvözölni minket. Csip, Csip. Kis cuki. És utána jön a többi. Jönnek a többiek. Van egy harkály, aki a, az erkének a korlátán, a függőleges részén így lóg, és, és beszél hozzánk. És amikor megyünk ki a kocsinkhoz, akkor repül fáról fára, és beszél hozzánk. Olyan édes. Tehát ilyen kis barátok. Azért valószínűleg halljátok, hogy itt csipognak a madarak, mert a mikrofon az fölvesz minden csak mondtam, hogy tudjátok, hogy itt van egy kis madárház, akik már várják, hogy adjuk nekik kaját. Nagyon édesek. És akkor, a, ha menjünk, visszamegyünk az önszabotáshoz, akkor van a jövőtől való félelmünk, és amiatt is szabotázoljuk magunkat. Van egy olyan, ami egyre inkább dominánsabb, ezt valószínűleg ti is érzitek, hogy nem vállaltunk be az élet célunkat. Mindenkinek van egy specifikus életcélja, és erről a, az életcélról Valamilyen szinten így a régi világban úgy nem is akartunk tudni, nem is nagyon tudtunk. Az volt az általános elképzelés, hogy megszületsz fiam, menj egy jó iskolába, utána kapsz egy jó állást, és utána a többi, a, amit eddig velünk elhitettek, és ez a rendszer, ez a gondolkodási rendszer, ez esik szét, ez már nem működik. Tehát van egy úgynevezett életcélunk, neked más, mint az enyém, az övé más, mint a miénk, és mindenkinek van egy nagyon specifikus, egy nagyon egyedi ilyen életcélja, és, és ez az életcélt csak úgy tudjuk felfedezni és bevállalni, hogyha elengedjük a régi traumáinkat, megszégyenítéseinket, és ami nem evidens az az, hogy az ego próbál minket az életcélunktól teljesen távol tartani. Említettem azért, mert nem akarja, hogy ő haszontalanná váljon, vagy szükségtelenné váljon. Ezért kell nagyon ismerni ezeket az önszabotázsos programokat, mert amíg az ego dominál, ugye 98% az elménknek az az ego uralja, addig mindenféle ellenállás meg önszabotázsos programnak vagyunk így, a, vagy azoknak vagyunk kitéve, és rengeteg hiedelem van amit az ego nagyon szépen mélyen eltűnt, viszont ezek a hiedelmek olyan küszöböket meg gátakat okoznak bennünk, amit anélkül nem tudunk átlépni, hogy a hiedelmet felne oldjuk. Tehát ez is, hogy megyünk, megyünk, megyünk előre, és akkor tudod, van mindig egy pici, ó, szia, van, öt perc. Hát oké, okay, mond, Hát, akkor nekem is van egy kérdés, Tehát megyünk, megyünk mindig ezekre a, a, a külső utakra, és ez is egy, egy érdekes, egy teszt az életben, hogy hogy tudunk-e tényleg a célra összpontosítani. Emlékeztek, mondtam egy másik videóban, hogy nagyon fontosak a célok, és azért fontos a több célnak a kitűzése, mert az egy, egy nagyon intelligens, egy ilyen fokozatos, lépcsőzetes, egy mágneses vonzóerőt teremt nekünk, amiből ezek a kis kiutak, az egós kiutak, van egy perced, van még egy órád, és, és emiatt tudod, nem előre haladunk, hanem elő, előbb-utóbb letérünk az útról ez is egy önszabotás. De a célok nélkül nem tudunk felfedező úton lenni, nem tudjuk ezeket, nem, fogjuk rá, nem fogunk rálátni ezekre a dolgokra, és előbb-utóbb akkor megyünk ide, megoda meg abba az irányba, mert nincs meg ez a mágneses húzó, erő, meg az irány. És ez az életcél az eléggé komplex, mert a traumáink alatt vannak. Egy páran mondtátok már, hogy olvastátok azt a, a, a második könyvemet, az a Emergent Thrive, az a zöld könyv. Abban írok az életcél és a traumának a, az összekapcsolódásáról, és ha ezt az életcélt mi valahogy megtagadjuk magunktól, és nem megyünk ebben az irányban, nagyon-nagyon-nagyon nagy frusztrációhoz vezet. Tehát ez is egy, egy önszabotási minta, hogy az életcélunk felé nem tartunk, nem vállaljuk be és nem engedjük el annak az útjában lévő akadályokat. Van még egy olyan önszabotásos minta, amit úgy hívunk, hogy a sikerrel szemben fel nem oldott szégyenünk és bűntudatunk. Említettem korábban, hogy a siker és a, a, kudarc az nagyon érdekes, mert szinte majdnem egy síkon jár, nagyon finom a kettő között így a különbség, legalábbis a, az integrálatlan elme meglátása szerint. Nagyon sok ember fél a sikertől. És nem azért, mert nem tudunk álmodni, meg meditálni arról, hogy milyen marha jó lesz neki, mikor a nagy színpadon vagy a hegy tetején, ez meg ez meg ez lesz. Ezért nem szed a meditációt az jó, ad egy útirányt, aztán utána puff, árnyékmunka, munka, integráció, részintegráció. Nem fogjuk tudni elérni azt, amit mi vizualizálunk, addig, amíg el nem engedjük az útban lévő, az útjában lévő akadályokat. És a sikerrel való szemben a szégyenünk, az nagyon érdekes, mert már múlt életekben mi már voltunk arra sikeresek. Már voltunk tricilliárdosok, már voltunk szuperszegények, és ez nem arról szól, hogy hogy te mit tudsz, vagy mit nem tudsz elérni az életben, mert minden lehetséges, viszont egy régi időből, egy múltból, egy ősi történetből, egy megszégyenített ricsili árdos, az lehet, hogy a mai napban azért szegény, mert a sikert olyan szinten eltolta, elutasította, ilyen árnyék kategóriába tolta, hogy amíg az nincs feloldva, addig nem lesz anyagi siker, addig nem lesz, nem érzi magát, hogy a siker neki jár. Nagyon remélem, hogy hamar megjelenik a, a, az első könyvemnek a magyar fordítása, mert már útban van, tehát már dolgozunk rajta, de azért, mert az nem csak egy könyv. Tehát én nem írok ilyen fluffy, meg ilyen kis könnyed dolgokról. Én megmondom neked, hogy fiai, változni akarsz? Így, 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 bum, 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 fiúsan. Ez meg ez meg ez van. Nekem ez a, de beszéljünk még róla 2000 évig, ne beszéljünk róla. Bum, 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 old meg. Az a könyv az azért nagyon fontos, mert egy olyan szókincset ad át, és egy olyan logikát ad át, ami nélkül nem tudjuk a részeinket, tehát ezeket a töredezett elme tartományát gyógyítani, nem tudjuk az igazi hiedelmeknek a, 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 a hatását megszüntetni, és ugyanakkor, mikor az árny kategóriába megyünk, és azokat kezdjük integrálni, annak is van egy specifikus nyelvezete, ami ennek a szókincsnek így a, a rezgéseit képviseli. Tehát, ahogy mondtam többször is, és már ti is jeleztétek vissza, hogy ennek van egy nagyon precíz logikája. Én egy rettenetesen logikus srác vagyok, de eszmerlen komoly érzelmi mélységhez van hozzáférésem. Azért mondom ezeket a dolgokat, mert sokan kérdezték, hogy mesélj már magadról is egy picit akkor van még egy olyan, hogy valamilyen szinten ez, azt hiszem, hogy már ti is látjátok, hogy a kibontakozásunk után van egy úgynevezett felelősségünk, mint hogyha egy vezetői feladatunk lenne, tehát valakinek segíteni kell, a gyerekünket föl kell nevelni, akkor ennek az embernek kell segítség, ennek a társaságnak vagy közösségnek kell egy segítség, és mi meg vagyunk áldva ezekkel a tehetségekkel, de önszabotázsos mintákon, meg ilyen elfátyolozásokon keresztül, ezek valamilyen szinten el lettek tőlünk zárva, vagy meg, lett, meg lettek tagadva. És ettől a vezetési feladattól való félelem, ez is egy önszabotázsos minta. És itt jön be akkor egy nagyon érdekes aspektus, hogy ez a vezetőségi, vagy vezetési aspektusunk, ez addig nem lehetséges. Még akkor is, hogyha Rengeteg eleadás hallgattatok róla, amíg a megszégyenített részünket meg nem gyógyítjuk. A vezetésnek van nagy, nagyon sok érdekes aspektusa, főleg a spirituális a vezetésnek, ami már nem arról szól, hogy másokat kontrollálni, másokat fölülírni, másoknak kiadni úgynevezett feladatokat és parancsokat, hanem arról szól, hogy segíteni ezeknek az illetőknek, megnyilvánulni nem egó módon, hanem spirituális módon úgy, hogy meggyógyítják magukat, és hagyják, vagy segítünk nekik kibontakozni olyan lelki szinten, amire amikre ők feliratkoztak. A spirituális vezetés az arról szól, hogy mi ebben segítünk, ez természetesen csak egy tisztított elmével lehet, és még van egy olyan aspektus, amikor úgy érzed, hogy elakadsz, ez is egy a, minta, ebben én is ott voltam elég keményen, hogy könnyű a másikban felfedezni ami a hiányosságot. Nagyon sok hiányosság fut a háttérben a tudat alatt, és az a lényeg, hogyha itt a vezetők, most éppen ez rád aktuális, hogy ha a vezető vagy, és látszott egy embert, aki el van akadva, és tényleg irítál az az ember, akkor ami neked hiányzik abban a pillanatban, azt ad meg ennek a másik embernek. Ez milyen érdekes, ugye, hogy, hogy oké, nekem hiányzik az, hogy az embernek legyen önbizalma. Oké, akkor gyere, megadok nekik az önbizalmat. Hogyan tudod? Erre vannak technikák, a energetikai. Oké, adsz neki egy olyan feladatot, például, hogy, hogy az az elakadást azon át tudjon lépni. Erre mondok egy példát, tehát mikor én a, a színpadokon csináltam bemutatókat, ilyen hipnotikus bemutatókat, meg ilyen áttörési bemutatókat, aki például jelentkezett, vagy beszélt, és nem volt igazán jó kifejező képessége, azt mondta, oké, okay, come on up, gyere föl, come, come to the stage. És akkor az ember, kicsit fél, leültettem mellette, beszélgettem, egy úgynevezett ilyen rapport elértünk, és utána segítettem neki áttörni az ő magabiztosság hiányából, és amikor már lement a színpadról, azután már egy teljesen más ember volt, egy kicserélt ember volt. És erről fog szólni az új spirituális vezetőség, hogy a másikat felemeljük, és a másiknak utána visszaadjuk a stafétabotot, hogy vigyék az életüket tovább. Ha kell, természetesen további segítség, ott leszünk, de de muszáj adni másoknak önbizalmat, meg, meg segítséget, mert pont ez az ellenkező gondolkodásmód a régi világban, ami minket ennyire lehúzott. Tehát a vezetési feladatunktól való félelem és az ezzel járó felelősség elhárítása is egy önszabotázsos munka. Ez most már inkább egy, egy magasabb tudatossági szintű embernek lesz fontos. A, és van még egy olyan nagy, nagyon érdekes aspektusunk, amit úgy hívunk, hogy a lélekszerződés figyelmen kívül hagyása. Ezt szerintem sokatoknak tetszeni fog. És bárki van az életedben, legyen az a gyermeked, legyen az az apu, anyu, a szülők, bárki, a partner, a társa, a fér, feleség, bárki van az életedben, azzal te egy úgynevezett lélekszerződés kötöttél meg, és ebben a szerződésben te azt mondhatod, hogy én ennek és ennek az embernek ezt fogom megtanítani. Na most, mikor megszületünk, akkor ez a tudás, vagy ez a háttérinformáció az eltűnik, és elfelejtjük, nem tudjuk és nem tanítjuk meg ezt, meg ezt, meg ezt az illetőt, erre, meg erre, mire mi föliratkoztunk, és úgy jelentkezik meg, hogy eszméletlen, dühösek leszünk rájuk. <laughs> Milyen érdekes, nem? Hát nem értem ezt a izét, a csajt, hogy mit nem ért, hát tudod má, má, má. és akkor túl mindig kérdezem, hogy és mit felejtettél neki megtanítani? Mit nem értem? Hát mondom, a lélek szerződésbe te megígérted, hogy... Neki meg fogsz tanítani bizonyos dolgokat. Amit téged benne a leginkább zavar, azt te kudarcként élet meg a lelki szinten, mert nem tanítottad meg rá. Rövidszel. Mondd még egyszer, mondd még egyszer, mondd még egyszer. Tehát, ha téged bármi nagyon zavar a másban, az azért van, mert azt az embert nem tanítottad meg arra, amit te megígértél, hogy megtanítod. Na ezt add össze. Volt egy dongó, meg egy légy. Tovább is van, mondjam még. Mondjad! Ezért kell, ez a rengeteg különféle irányú önszabotásos program, ezért kell, ahogy említettem, kigondolt, határozott, lépcsőfokos célokat kitűzni, hogy ne adjuk be a derekunkat mindig az ilyen kitérőknek. Ki fogsz térni? Én is kitértem. Rengetegszer, de utána visszajössz, azt mondja, hogy nem, ez nem jó, már nem jó, már fáraszt, nem tetszik. Megyünk tovább. Hello, van öt perced? Ána na, na, na mondjad. És ha eljutom egy olyan perc, nincs öt percem. Megyek tovább. Van öt perced? Nincs. Van két perced? Két percem. Mondj. És eljutunk egy olyan pontra, hogy ön céltudatosak leszünk. De a célok nélkül ez nincs, ez a húzóerő. És talán említettem ezt egy másik videóban, angolul biztos, hogy igen. Nagyon fontos olyan jó kócsokat és vezetőket, terapeutákat találni, akik ezeket a, az önszabotázsos programokat ismerik. Könnyű meditációt írni, könnyű elképzelni, vizualizálni dolgokat, de ami, ahol az igazi tudás rejlik, az, 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 ott van, ahol ez az önszabotázsos mintákat az ember ismeri, tudja, hogy mi volt, tudja, hogy mi jön, így az ember fejlődésében, a törzsfejlődésében, és tudja feloldani ezeket, és fel tudja készíteni a klienst arra, hogy figyú, ez meg ez a beszélgetés után, így fogod érezni magad, ez és ez lesz a következő kihívás. Mert gondolom ti is látjátok, hogy amíg az embernek van akaratereje, ami fontos, ezt mondtam, amíg van akaratereje, és tudod az, hogy lehet, hogy a következő pár száz lépés nem lesz igazán Tudod, kényelmes, de ha tudod, hogy az valamilyen magasabb, meg jobb célhoz vezet, utána átmegyünk az akadályon. Az akadály, az nem, nem az akadály a probléma, hanem az attól való félelem, hogy mi van az akadályon túl. Ezért említettem, hogy nagyon fontosak a mentorok, nagyon fontosok a kócsok, nagyon fontos egymásnak segíteni, mert amikor mi már átmentünk valamien, akkor vagyunk hitelesek, és abból van ez a szükséges bölcsesség, ami az új a világban, muszáj. Tudod, a régi világban az volt, hogy mekkora faszott csávó vagyok, Jani vagyok, tudod, én már innen ére, tudod, verem magam, de abban nincs segítség. Az a másikat lejáratja. Az, hogy figyelj, én is voltam ott, tudod, átgázoltak rajtam, áttapostak rajtam, szívt szadisztak, tudod, minden kész, de megtanultam azt, hogy ez meg ez meg ez volt az oka annak a problémának, így és így és így és így kell elengedni, és ez és ez és ez is lesz utána. Bevállalod? Így azt mondja az ember, hogy oké, okay, így bevállalom. Tehát az önszabotás ismerete, vagy az annak nem ismerete, az nagyon befolyásolja, hogy hogy éljük az életünket. Egyre inkább azt fogjátok látni, hogy csomó ilyen régi önszabotásos minta lesz így az arcunkba tolva, föl kell ismerni, el kell engedni, meg kell oldani, és a tényleg be kell vállalni ezeket az életcélunkat, ami kilépési a komfortzónába kilépési bátorságunkat, mert a bátorság is egy nagy hiány az emberekben. Ez egy árnyunk, a bátortalanság és a gyávaság, ami visszahúz minket, de ha azt feloldod, utána bátorságot nyersz arra, hogy kilépj és csinál tovább. Oké, okay. köszönöm szépen, ennyi volt, és akkor a következő videón találkozunk. Ciao.